Másodpercenként számol vissza a pedagógusok szakszervezete honlapján az óra, ami megmutatja, mennyi idő van hátra a március 16-ai határozatlan idejű sztrájk kezdetéig. A sztrájkot polgári elégedetlenségi mozgalmak előzték meg. A sztrájk alapjog! 320 intézmény, 6500 pedagógusa tiltakozott az elmúlt hetekben a kormány sztrájkot ellehetetlenítő rendelete ellen. Itt régen az oktatásban dolgozók béréről van szó, hanem a magyar közoktatás jelenlegi állapotáról, közölte híradónkkal a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Gosztonyi Gábor azt mondta, a napokban egyre durvább jogsértésekre kényszerítik a tankerületek az iskolaigazgatókat, hogy ellehetetlenítsék a sztrájkot. A szülői hang közösségének képviselője arra kéri a szülőket, aki tudja, ne engedje iskolába gyermekét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt kéri a szakszervezetektől, fontolják meg a sztrájkot, mert a jelenlegi háborús helyzetben békére és nyugalomra van szükség az iskolákban. Stúdiónk vendége Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Felsziszent az utolsó mondatnál, amikor azt a választ adta az EMMI, hogy békére és nyugalomra van szükség, és arra kéri a tanárokat, hogy fontolják meg ennek a sztrájknak a lehetőségét. Hát én ezt egy nagyon álságos kommunikációnak tartom. Egyelőre tisztázzuk, hogy Magyarországot a háború nem érinti, azon túl, hogy humanitárius segítséget kell nyújtani, és aggódunk az ukránokért, és aggódunk a kárpátaljai magyar honfitársakért, de azon túl Magyarországon béke van és nyugalom van, és ezt a NATO garantálja leginkább Magyarországnak, és egy olyan kérdésben, ami a magyar közoktatást illeti és érinti, joga van a pedagógusoknak sztrájkolni, sokszorosan vágta át az elmúlt években a Fidesz őket, jogszerű ez a sztrájk, minden szakmának joga van sztrájkolni, ez egy nagyon komoly vívmánya a magyar munkavállalóknak, akár a piaci, akár az állami szektorban dolgoznak, mert a kormány már legutóbb azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán van-e jogosultság a sztrájkolni, ne engedjék a szülők és a pedagógusok megfélemlíteni magukat, amikor több mint 10 000 tanár hiányzik a rendszerből, nem lehet kirúgni, amivel fenyegetnek meg, sugallja a kormány azt, hogy majd ez lesz a következménye. Azért azt tegyük, ahogy is mondjam, oda a serpenyő mindkét oldalába, hogy azért a pedagógus béreknek a rendezése az sajnos elmaradt, folyton folyvást elmaradt. Nem csak a Fidesz kormány alatt maradt el, hanem előtte, és ez mindenki, hogy ez egy nagyon mélyről gyökerező, generális óriás probléma, amihez nehezen tudtak hozzányúlni. Azért tisztázzuk, hogy 2002-ben a Medgyesi kormány, ezt ne felejtsük el, ha már a előzményekről beszélünk, volt egy általános 50%-os béremelés, amelyet folytatni kellett volna egyébként, tehát mi ezt megtettük. Annak ellenére, hogy balról és jobbról is kapott béremelést a kormány, vagy a pedagógusok, igen, ahhoz képest valóban nagyon alacsonyak a bérek, és itt az elmúlt 12 évben történt egy hatalmas mulasztás. Ami igazából fáj a pedagógusoknak az az, hogy a vetítési alap, ahonnan indulnak a pedagógus béreknek a számítása, azt a mindenkori minimálbérhez akarta rögzíteni, egy évig sikerült is a kormánynak rögzíteni, és azt visszavonta. Iszonyatosan sok pénzt vett el a pedagógusoktól, épésszel valóban nehéz felfogni, hogy ezt miért hozta meg a kormány, de hát én látom, meg elmondtuk nagyon sokszor, hogy egészségügyben, oktatásban, szociális szférában, nyugdíjszférában iszonyatosan sok megszorítást hajtott végre az elmúlt 10 évben a kormány. Önök mit tudnak ígérni, mert ugye azt gondolom, hogy most egy nagyon kiélezett, felfokozott helyzet van a pedagógusok vonatkozásában. Nem elég nekik a 10%, elmondták, és nagyon kitartónak is tűnnek. Azt mondták, ha kell, addig fognak sztrájkolni, amíg valaki, aki kormányra kerül, nem hoz azonnal intézkedéseket az ő bérük rendezésére. Hát igazuk van, és az a 10% is, amit kaptak, nem épült be a bérbe. Tehát aztán nem nyugdíjt nem képezt, hanem egyfajta minőségi pótlékként, így van. Azonnal kell egy nagy arányú béremelés. Márki-Zay Péter világosan elmondta a program bemutatóján, hogy minimum 50%-ot oda kell adni a pedagógusoknak. De nem azonnal tudják önök sem májusi fizetésben ezt jóváírni számukra. Azonnal nem, de belátható időn belül, de ami fontos, nem csak az, hogy... A belátható idő mit jelent? Nagyon hát fontos, nem, hogy négy hát nem év a következő végére. 20 évbe, és nem mindenféleképpen szerintem az első 2 évben ezt meg kell lépni, és hogy Márki-Zay Péter elmondta, hogy az 50% nem is lesz elég. Tehát világosan kell látni, hogy azért a pedagógus pályáról egyrészt az a nagyon zárt, központosított, lebutított rendszer, amit a Fidesz csinált, az hajtja el a tanárokat a pályáról, és emiatt sem vonzó a pálya a fiataloknak, és a másik, ahogy elmennek olyan szakmákba dolgozni, ahol 50-60-70%-kal is akár többet kapnak a pedagógus diplomájukkal a tanárok, tehát mindenféleképpen kell egy nagyarányú egyszeri bélemelés, ami szerintem 40%-nál és 50%-nál se lehet kevés.
kevesebb. Tehát meg lesz erre a pénz, de ezt nem csak az oktatásban, hanem az egészségügyi szakdolgozóknál is meg kell tenni, a szociális szférában és a rendészeti szférában. Amit most elmondott, az mind a három vagy négy ágazat nagyon régóta szeretné és követelni, és azt gondoljuk, hogy ebben egyetértünk, hogy indokolt is lenne, igen ám, de egy olyan gazdasági válság felé haladunk, ami nem csak Magyarország vonatkozásában, mondom ezt a szót, mert ha csak a magyar számokat nézzük, nem beszélhetünk most jelen pillanatban válságról, de háború zajlik a szomszédunkban, egyikünk sem tudhatja, hogy éppen ennek milyen következményei lesznek. Ebben a helyzetben is szabad-e ilyen kijelentéseket tenni? Nagyon is, és azt kell megérteni, hogy 3 hét múlva remélem ebbe az országba kormányváltás lesz. És remélem, hogy az az 52,6%, akik 4 éve a Fidesz ellen szavazott, azok újra föl fognak állni, akkor nem voltunk egységesek, akkor elúszott a változás. Most egységesek vagyunk. És nagyon világossá kell tenni, hogy a következő demokratikus kormány Márki-Zay Péter vezetésével a legfontosabb feladata, semmilyen mást, a békét garantálni, amit a NATO-val együtt kell. A másik legfontosabb, hogy a háború okozta a negatív gazdasági hatásoktól megmenteni a magyar társadalmat. Ehhez kell a bér, ehhez kell a ütemes nyugdíjemelés és a 13. havi megtartása, ehhez kell nem csak a rezsicsökkentés megtartása, hanem a kádárkockák és a panelprogram felújításának, a programjának a visszahozatala, ehhez kell a minimálbéradó mentességének a biztosítása, ehhez kell az áfa csökkentés az alapvető élelmiszerek. Ehhez kell a lakhatási válságnak a felszámolása. Ez nagyon fontos, mert ha ezt nem tudja magyar megcsinálni, mert most a Fidesz csak ígérget. Azt mondja, hogy majd én megmentek mindenkit. Mi a garancia arra, hogy önök nem csak ígérgetnek? Az a garancia, kérem, hogy az Európai Unióból meg fog érkezni végre az a pénz, ami miatt, amit most visszafognak, és nagyon sok olyan egészségügyi panelprogram és lakhatási válság, és számtalan olyan programot finanszíroz az Európai Unió, amelyet, ha nem a nemzeti költségvetésből kell kigazdálkodni, akkor azokat bérre át tudjuk csoportosítani. Ugye a legfrissebb hírek szerint, ezt már mondtam ma többször is itt a beharangozókban, és Balázs Péterre is erről is fogunk beszélgetni, a Bloomberg értesülései szerint nem fogják le végigvinni jogállamisági eljárást jelen pillanatban pont a gazdasági helyzet miatt, tehát meg fogja kapni Magyarország függetlenül attól, hogy ki nyerje az április 3-ai választást. Igen, és akkor majd kérdés az, hogy mi biztos, hogy ebből a pénzből az embereket fogjuk finanszírozni, a Fidesz meg az oligarcháit. Milyen garanciát lát az elszámoltatása, ha már ő szóba hozta ezt a kérdést, mert ugye ez is egy nagyon sláger téma, tegyük hozzá. De ezt nagyon sokszor elmondta a miniszterelnök jelöltünk és minden párt vezetője is, hogy azonnal be kell lépnünk az Európai Uniós ügyészségbe, létre kell hozni a kormány egy korrupció üldöző ügyészséget, és amit én hozzá szoktam tenni, hogy azért az ügyészségnek a költségvetését is meg kell nézni. Tehát már mindjárt van egy olyan kétharmados bebetonozott, a Fidesz által bebetonozott ügyészségünk, amit körbebástyázva szépen le lehet bontani, de egy új kormány akár 50%-kal is képes. Ez olyan, a fontos, hogy 50% is lehetőséget persze, ad erre? Persze, hát azért nagyon sok mindent lehet, és azért itt mondanám el az ellenzéki szavazóknak, hogy ne hagyják magukat elbizonytalanítani, hogy úristen, itt minden be van betonozva, itt a Fidesz nem tud, Fidesztől majd nem lehet mozdulni, nem kérem, jobb 50%-kal kutya nehéz dolgokat megoldani ebbe az országba, mint 12 éve a partvonalról nézni, hogy tönkre teszik a nemzetünket. Ha már az ellenzéki szavazókat említette, ugye ma a Műegyetem rakparton fognak tüntetni, mit vár ettől a tüntetéstől? Azt, hogy a felszólalók elmondják, és egységesen mindenki értse azt, hogy mekkora hazugságokkal támadja az ellenzéket a Fidesz. Az előző beszélgetésben reggel itt volt Gréci Zsolt és Kanász Nagy Máté társam, és világosan el kell mondanunk, ők is elmondták, hogy a Fidesz országgyűlési határozati javaslatát például a háborúval kapcsolatban az ellenzék megszavazta. Ezt nem harsogja az MTVA, meg a Hír TV, meg a többiek. Tehát önök kezdeményezték a rendkívüli parlament összehívását, és előtte vagy... Behoztak egy országgyűlési határozati javaslatot, ami arról szólt, hogy béke, biztonság Magyarországnak, megvédjük a kárpátaljai magyarokat, meg mindenkit, aki ide akar jönni, és ami a legfontosabb, se fegyver, se katona, se a határon nem lehet fegyvert szállítani, az ellenzék megszavazta. Még egyszer mondom, hogy mindenki értse, megszavazta. És akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy háborúba akarjuk taszítani az országot. Hát ez a rémhírterjesztés, amit a miniszterelnök csinál. Hát ezért fel kellene a saját szabályaik szerint a miniszterelnököt jelenteni. Ugyanolyan hazugság, mint hogy elvennék a 13. Miért nem teszik meg ezt a feljelentést akkor önök? Tudja, mit megteszem. Most megteszem. Hát a saját szabályaik szerint hazugság, amit a miniszterelnök állít, megszavaztuk az ő általuk benyújtott javaslatcsomagot, de hát a Fidesz csak hazudni tud és lejáratni az ellenzéket. Itt a döntés lehetősége április 3-án. Ne bizonytalankodjanak, szavazzanak.
tett egy ígéretet, kíváncsian várjuk akkor a folytatást. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk én ma reggel. Köszönöm a lehetőséget.